Kanadában. Erdőtüzek vannak mindenhol Kanadában, de most már elkezdett kitisztulni, úgyhogy végre látjuk a hegyeket. Csodálatos. Úgyhogy most elmegyünk egy kis túrára, ez az első hivatalos napunk itt. És itt vannak a hegyek, úristen! Gyönyörű, nézzétek! Wow! Most vagyunk 1600 méteren. És még mennyi van? Én nem tudom, már nem sok. Még a fele. 1400 méterről indultunk. Hogy ez nem olyan vészes hike. It's not so bad. Wow. Right? Worth it? Gyerekek! Úristen! Ezt nézzétek! Csodálatos! Jézusom! Tegnap 11:30-kor értünk ide délben, és nagyon-nagyon könnyen átjutottunk az előzésen, igazából 2 perc volt, még Frankfurtban kitöltöttük a kanadai, hogy mondják ezt? Declaration formot, ez a bevallás, vagy hogy mondjam, hogy mit hozol be az országba, és csak a paszportunkat bele kellett tenni egy kis gépbe, ami leolvasta, kipipáltuk, hogy nem hozunk be semmilyen veszélyes dolgot az országba, és ennyi. A csomag is 2 perc volt, mert nem volt szinte leszálló gép, csak a miénk. Úgyhogy egyből át is tudtuk venni a csomagokat, ha jöttek értünk Berniék, nagyon jó volt a találkozás. Bementünk egy kicsit a belvárosba, kajáltunk, aztán otthon még egy kicsit társasoztunk, és utána mentünk is aludni, úgyhogy nagyon szuperül sikerült, mert ilyen 7 óra fele elaludtunk, és reggel 7-kor keltünk, úgyhogy nem lesz semmi jetlag szerencsére. Most meg eljöttünk hikingolni, holnap megyünk Heritage Parkba, ami hát így Kanada történetét mutatja be. Lesz egy csomó minden ilyen régi történelmi dolog benne, de ez egy ilyen outdoorsi hely, tehát ilyen kültéri kis múzeum végül is. Aztán csütörtökön meg indulunk az esküvő helyszínére.
Nagyon hideg. Megyünk reggelizni. Ú, de jó. Ez nagyon amerikai. Milyen entrance van, figyeld. Ú, de jó. Morning. Plázázni. Nagyon király, ez valami óriási pláza. Mekkora ez a pláza? Nagyon nagy. De tényleg nagy. Na, nézzük meg. Full Kanada, figyeljetek. Nagyon cabin vibes. Azt hiszem, hát apa itt az itt lenne egész nap. De jó. Itt kell bemenni? Ez nagyon király ez az üzlet, ilyen full autentikus kis kanadai vadászbolt, meg camping store, meg mindenféle, és tök jó kis ruhákat is lehet kapni, és minden tele van ilyen kitömött állatokkal, nagyon komoly, lehet dőlni. Nézd, ott alszik a maci. És kék színű, úristen, nagyon kíváncsi vagyok, elvileg őszi ízű, van benne egy kis fahéj. Nagyon különleges, nagyon jó. Jó vlogger módjára ide be kell mennem. Bejöttünk. Mibe? Hol is vagyunk? Csak egy sima kis bevásárló kis volt. Gyerekek, nagyon szép. Nézzétek. Már lőttem is magamnak egy jó kis kombucsát. Synergy. Imádok itt lenni. Imádom, veszünk... hogy itt van velem. Veszünk egy jó kis coffee creamert reggelre. Holnap már indulunk a nagy útra, a road tripre, és oda be kellett vásárolnom. Vettem egy csomó Doritoszt, meg Takiszt. Bevásároltunk. Elindultunk most már az esküvő helyszínén, ez egy ilyen jó 4 órás road trip lesz, és most megálltunk virágot szedni egy kanadai néninek a kertjében. I need a picture too. Yeah. Úgyhogy most szedünk egy kis napraforgót. Kis virágszedés. Én megint csak emotional support vagyok neked, cuci. Nem baj, ezt szeretem. Képzeljétek el, itt körülbelül 100 éve volt egy óriási nagy kőomlás innen erről a hegyről, ami letarolta azt a falut, ami itt volt a hegy lábánál,
és csak ennyi maradt az egészben, nézzétek meg. Betemette az egész falut. A világ legnagyobb kamionja. Itt lesz, gyerekek. Ez az! Megjöttünk az esküvő helyszínére, gyerekek. Itt lesz a ceremónia. Nem hiszem el. Gyerekek, ez a hely, ez valami csodálatos. Egyszerűen elképesztő a látvány, és hát mindig eszembe jut nyilván a saját kis telkem, hogy ott is milyen szép a látvány, és hogy én is milyen jó vendéglátásokat fogok csinálni ott. Csodálatos. Most megiszom a jó kis kombucsámat itt a hegyi levegőben. Vrum vrum. Megjöttünk a hotelba, mert itt leszünk 4 napig ezen a környéken, ahol lesz az esküvő. És hát ez a hotel, ez egy ilyen fél órára van körülbelül a helyszíntől, viszont az esküvő napján majd ott fogunk aludni az Airbnb-ben, ami ki van bérelve az esküvőre. És ez egy nagyon király kis környék egyébként, Cranbrookban vagyunk. És hát itt van a szoba, megmutatom nektek. Nagyon szuper magas ágy, van egy kis kanapénk, és hát a kilátás az az utcára van, viszont a hegyek egyébként arra vannak, amiket végigmutogattam nektek a kocsiból. Ott van, hol van a kis autónk? Ott van hátul a kis autónk. Úgyhogy nagyon szuper. Van nagy tévé, mikró, minden. Úgyhogy... Itt sétálok Kanadában. Egy random kisvárosban. Én mindig el sem hittem, hogy itt vagyok. Hogy de durva! Nyomunk egy kis taco time-ot. Gyerekek! Ezek itt vannak! Oh. De durva! Semmi, csak itt pisil egy szemben. Renkeli! Én vagyok a sajt elfelelős. Jó volt. Vége van a hétvégének, tegnap nagyon szuperül sikerült az esküvő, hát nem videóztam, mert ugye itt voltam a pillanatban, viszont nagyon jó kis képek készültek, úgyhogy majd egy-kettőt mindenképpen lementek, és feltöltöm az Instára, de hát ez a látvány, ebben a látványban csodálatos volt részese lenni ennek az egésznek, úgyhogy most pihenünk egy kicsit, aztán megindulunk vissza a hotelba, és akkor holnap megyünk majd Calgary-be, az ugye innen 4 óra, de meg fogunk állni egy-két helyen, egy kis hot springben, és akkor utána megyünk vissza a városba. Nézzétek! Bemegyünk a Walmartba egy kicsit körülnézni, mert már 10 éve nem voltam. Jó de izgalmas! Sosem használtam azt a szót, hogy csúcs. Akarok venni egy könyvet. Egy amcsi könyvet. Nézzük. Hú, de jó, mit vannak? Innen lehet vinni zöldséget, és csak be kell dobni a pénzt ebbe a kis dobozba. Nézzétek, de király!
lehettünk egy kanyonba. Ezt nézzétek! Atya világ! Ástak ki dino csontokat. Eljöttünk ebbe a boltba, mert ez apukám kedvenc vadászboltja. Na jó, ide apát el kell hoznom. Fú, de menő. Veszek apának két pólót, ilyen kanadás, rajta van a kis jávorszarvas. Ez meg hegyes. Ott vannak az íjászkodós cuccok. Fú, hát apát egyszer el kell hoznom ide, nem bírom. Ott egy nyuszi! Jöttünk vacsizni egy all you can eat helyre, kis japán konyhába. De jó! Nagyon király, Babi! Meg tudtam fogni! Juhu! Welcome to Omaha! I'll be your chef for tonight! Happy wedding! Hi! Itt vagyunk a Lake Louise-nál, és nézzük a napfelkeltét. 4:45-kor keltünk, de ez a látvány csodálatos. Igaz, mínusz egy fok van, nem számít. Kis cipőbe. Te megérte. Igen. Ez itt a Lake Louise falu. És ott vannak a hegyek. Hát majdnem meghaltam ezen a gondola úton, de tényleg megérte amúgy. Úristen, onnan jöttünk lentről. Ez a Roxford, ez csak 275. Hú, de jó. Ez itt egy karácsony volt. Tele van karácsonyfa díszekkel. Csak mondom. Oh, we're actually at the bottom? Yeah. Don't forget my little mom. I know, I'm gonna wrap them up for you. Ma is eljöttünk túrázni egyet. Most kettő vizesést fogunk megnézni. Az idefele vezető út is gyönyörű volt. És még megyünk feljebb arra. Hello! Hello! Yeah! Képzeljétek el, itt vannak valami fekete madárkák, sliktek, amik védettek és kiarás szélén állnak. És 25 000 dollár a büntetés, hogyha bemész az erdőbe, és megzavarod ezeket a madarakat.
vasárnap van, holnap megyünk haza, egy órakor fog indulni a gépünk. Nem olyan sokat beszéltem nektek a vlogban, mert hát nyilván én is próbáltam megélni a pillanatot, de életünk legjobb nyaralása volt ez. Úgyhogy ma még bevesszük a város, meg csináltatni fogunk közös tetoválást. Itt egy képet? Szóval ma fogunk tetoválást csináltatni közös tetkor, de előtte felmegyünk ide a Calgary Towerbe most, és megnézzük a kilátást. Thank you! Nem merek. Nem merek. Az anyám, úristeni. Yeah.